Na, itt is vagyok. Oké, na akkor menjünk tovább, és akkor nézzük meg a másik játékot, amit mára terveztem. Ez pedig a... jó, hogy csúnyát nem mondtam, mert a mikrofon bekapcsolva maradt. Lemiutoltam, amikor kimentem. De ja. Hát miért mondanék csúnyát? Nem szoktam. Általában. Jó, nézzük akkor meg. Ez elvileg egy picit azért hosszabb, talán. Oké. Nem tudom, hogy ez kell-e kontroller vagy nem, majd mindjárt kiderül. Jó, így jó lesz, ugye? Jó, marad angol. Hinz. Instant Puzzle Focus. Ez nem tudom mi. Hát mindegy, bekapcsoljuk. Colorblind mód, az nem kell. Oké. Picit a zenét már leveszem. Az már sok. Jó, és akkor keyboardos. Úgyhogy akkor kontrollert el is teszem. Jó, hát... Mindegy, ezzel majd gondolom lesz valami kis tutoriál, és akkor megnézzük. Találkoztam-e már olyan szegfalta, hogy Free Corrupted Unsorted Chunks? Nem, de abban biztos vagyok, hogy a memóriát rosszul használod. Nagyon örülök, hogy segíthettem. Mondanám, hogy 1000 bit lesz, de ilyet nem illik. Nem tudom, mi történik. Tehát egy újrahajóval megérkeztünk valahova. Ez a mi kis űrhajónk. Oké. Aha. Mit kell csinálnunk? Ennyi. Na várjatok. Oké, menjünk tovább. Így körbe kell járnunk mindet? Oké. Jaj, várjatok már egy pillanatot. Csak streamet át kéne írni. Oké. Jó. Oké. Aha. Jó, hát akkor... Ez érdekes. És ezzel most mit csináljak? Már azt nem tudom így körbejárni.
Jaj, csak így hozzá kell érnie? Na várjatok. Mert lehet, hogy nem körbe kell menni, csak hozzá... Hozzá kell érnie? Oké, csak hozzá kell érni. Oké, nem erre jövünk, hanem így. Ah, oké. Jó. Halló? Valaki szól hozzánk. Well, would you look at that? An intruder. Egy behatoló. A little more disheveled than your traditional knight in shining armor. I was hoping to be saved by someone without mustard stains on their dungarees, for one. But as you might be my only ticket off this vessel, I'll make do. I've been trapped in this cockpit for a few weeks now, and this is the first time anything on this damn console has perked up. Whatever you did to those anchors on your way in, it seemed to help. Mind taking a look at that one over by the wall? Please and thank you. Ez micsoda? The Grim Leaper. Traveling beyond the stars to harvest your soul. Az nagyon vagány. Oké, na várjatok már, mert én nem tudom, hogy mi van. Jó. Oké, és akkor itt van egy ilyen akármi, amit meg kéne oldani. Aha. Hú, jó. Aha, és gondolom, ugye az, hogy keresztezni nem lehet. Na, így van. Oké. Nem, így biztos nem lesz jó. Szerintem erre kéne jönni. Igen. Így. De miért nem tudok... Miért nem tudok... Na várjatok, itt miért nem tudok bemenni? Furcsa. Valamiért ott nem tudok bemenni. De emelre nem tudok jönni. Ja, vagy várjatok? Lehet, hogy... oké. Szerintem így már be fogunk tudni jönni. Így van. Oké. Oké. Jó. Ez így nem lesz jó. Lehet, hogy pont amarra kéne menni. Mármint, hogy... Lehet, hogy pont a másik irányból kéne megközelíteni. De erre nem tudunk menni. Mert akkor nem tudunk kimenni. Ez úgy fixen nem jó. Ez így megint nem jó. Úgyhogy akkor erre próbálunk jönni. Há,
Hát igen. Jobb ötletem nincsen. Csak ezt hogy oldjuk meg? Vagy próbáljuk így? Nem, így biztos nem jó. Mert az a baj... Hát, körbe? Nem, körbe biztos nem. Csak ne vérezzünk el a második pályán. Ah, merre kéne jönni? Szerintem az lesz az utolsó, ami ott van az ajtónál. Az biztos, hogy itt ez be kell iktatni. Az a kérdés, hogy ez itt miért van. Mondjuk lehet ezért. NSD-ik, így van. Amúgy minden nagyon egyszerű, ha már tudod, hogy hogy kell csinálni. Minden nagyon egyszerű. De jajaja. Oké. Na menjünk tovább. Nem. Nem erre. Erre. Nem. Ennek semmi értelme. Na várjatok. Hát így biztos nem jó, mert akkor nem tudunk kimenni. Így nem akad be. Ha így megkerüljük, akkor az megint nem jó. Ennek semmi értelme. Kár, hogy nem tud átugrani a kötélen. Hát igen, ez egy ilyen... ilyen számítástudományi probléma. Ez a... Fú, milyen... Hol volt az a... Melyik város az, ahol a hidak vannak? És hogy minden hídon csak egyszer menj át, úgyhogy nem keresztezed. Nem, mindig elfelejtem annak a városnak a nevét. Vagy hát nem a város nevét felejtem, hanem az, hogy melyik városban van az. Itt elférünk? El. Így. Königsberg, igen, az. Köszi. Oké, ott van, azt hiszem, mennyi 6 híd van ott? És úgy kell átjutni, hogy... Tehát, hogy mind a 6 hídon egyszer mész át. És hogy ugye nem lehet. Úgyhogy ne keresztezd. Na, merre menjünk? Hát, ne erre. Ó, hogy vannak ilyen falak is, amik kinyílnak. Hét híd van, igen. Uh-huh.
Ja, amúgy jól néz ki a játék. Mármint úgy értve, hogy jónak tűnik. Jó, ez nyitja azt a falat. Fú, most össze-vissza megyek. Ami nem biztos, hogy okos, de... Hát amúgy... Kb. Így össze-vissza mentem. Na jó. Ez sikerült. What do you know? You're a natural. Looks to me like you shut it down entirely. Which makes a lot of sense now that I think about it. I never imagined how much the anchors would mess with the ship's systems when the others installed them. I guess they really fried some circuits down there, huh? On the bright side, I do now appear to have full access to the annex you're standing in. Now, I know it's a big ask, considering we just met and that I've already insulted you, but if you keep shutting down the anchors like that, I might have a real chance at getting out of here alive. What do you say? Oh, let me grab those doors for you. Okay. Aha, olyan, mintha össze-vissza programozná. Hát, NSD-ig azt azért nem javaslom. Nyilván ott azért kicsit többet kell gondolkodni, vagy kellene mindenképpen. Ó, és akkor itt a hajónak valami új részén vagyunk. És akkor ezeket kell itt össze szedni. Aha, itt lesznek majd pályák. Hát nem kicsi ez a hajó egyébként. Na jó, már eltévedtem, úgyhogy akkor szerintem menjünk tovább. És akkor nézzük meg ezt. Oké. Okay. És akkor van olyan, amihez nem érhetek hozzá. Ez a fekete, ez olyan. Hát, Kambli, nagyon sajnálom, hogy a gyroszod egy csalódás volt. Legközelebb lehet, hogy a oktogonról kéne rendelned, és akkor nem lenne csalódás. Hogy még az is meg... Jó, van ilyen távtartó, hogy ott arra ne menjek. Aha. Kiszállítási díj 500 font. Hát... Lehet, hogy innen annyi lenne. Hogy kéne? Hmm.
Lehet, nem erről kell kezdeni. Ezzel meg nem vagyok előrébb. És akkor hova megyek tovább? Hogy kéne? Jöjjünk erre. Ez itt tuti nem lesz jó. Kerüljük erről. Oké. Nem, hanem... Ah, az ott hozzáér, akkor az ott nem jó. De hogyha ezt erről kerülöm... Igen. És itt vannak gondok. Mert így hozzáérünk mindhez, csak... Én nem tudom kimenni. Oké, és esetleg... Nem. Na, hát most agyalok, hogy hogy kéne. Erre nem tudunk menni, mármint hogy ez így tuti nem jó. Ide nem tudok átjönni, ennek semmi értelme. Ha erre jövünk, hozzáérünk a másikhoz, így akkor ezért nem jó. Hát akkor nehez legyen a következő, csak akkor megint vissza kell mennünk teljesen. Hát mondjuk így hozzáérünk. Hát... Nem, így se lesz jó. Így se lesz jó. Hát, ha csak nem... De így meg nem ér hozzá, az a baj. Hát, vagy így. Nem, így se. Erre tuti nem jó? Vagy jó? Nem, erre voltunk, így volt az előbb is. Ja. Igen. Jó. Hát innen ide le nem tudunk jönni szerintem. Nem, azt tuti. Ezt már szerintem próbáltuk. Igen, így volt az előbb. Ide le nem tudunk. Ja, de tudunk. De mintha szerintem így is volt. Igen, így is volt már. Az a baj, hogy ezt az utolsó kettőt nem tudom rákötni sehogy se. Tehát, hogyha ez a kettő marad a végére,
Hát igen. Hát jó, csak én most hogy megyek ki? Az a bajom, hogy... Tehát ha ez marad, ez a kettő marad a végére, akkor nem tudok kimenni. Ja, így sehogy se jó. Nem. Ez így nem jó. Fehér csíkon nem lehet átmenni. Nem lehet keresztezni. Próbáljuk meg MR-ről. De erről hogy? Sehogy... Hát, nem. Nem adja ki sehogy. Hát talán így, csak ez hogy fogok hozzáérni, mert ez így jó, csak hát az egy hiányzik, tehát azt erről kéne valahogy kerülni. És innen ez sehogy se jó. Meg nem ír hozzá. Közel voltam? Esetleg itt keresztbe. Hát oké, csak az a baj, hogy úgy nem ér hozzá. Így meg beleér a... Így bele fog érni a feketébe. Igen. Így is. Tehát én nem fog hozzáérni, az a baj. Ja de, jó. Oké. Csak olyan fura volt a szög, mert hogyha nagyon lejöttem, akkor már nem ment át. Jó. Oké. Csak meg lesz ez. Oké. Okay.
Oké. Az... Biztos, hogy szerintem ez, vagy hát, na, biztos. Szerintem ez az utolsó, egyébként. Mert itt tudunk egyenesen kimenni mellette. De ez csak feltételezés, persze. Nem, az úgy nem jó. Ó, így. Oké. Jó, jó, jó. Oké. Nem. Szerintem ezt erről kellene. Így akkor ahhoz nem ér hozzá. Ha így hozzáérünk a feketéhez. Jó, akkor ez így nem jó. És, ahhoz, és még ahhoz se érünk hozzá, ami ott lent van. Ebből a szögből. Tehát arra nem, nem jó, az biztos. Érdekes. Lehet, hogy ez lenne az utolsó. Lehet, hogy arra kell majd kimenni. Nem. Így hozzáérünk a feketéhez. Kábelnek van a max hossza? Én nem érzékeltem eddig, hogy lenne. Szerintem nincsen. Szóval itt lehetne szerintem körözni elég sokat. Nem. Így hozzáérünk a feketéhez. Jó, akkor választunk egy másik utat. Hát, mondjuk lehet jönni erre. Ez így nem jó. Nem. Hát igen, csak így megint bejövünk egy zsákutcába. Az a baj. Így ugye neki megyünk a feketének, tehát ez tuti nem jó.
Nem, így biztos nem. Hát... Így nem fog minden... Hát igen, én nem ér hozzá. Meg utána a feketéhez is hozzáérnénk. Így bejönk egy... Ah, igen, itt tuti nem jó. Nem, szerintem itt így kell majd eljönni. Csak lehet, hogy a másik irányból. Tehát az a bal felső, az nagyon lekorlátozza, hogy merre mehetünk. Tehát szerintem az csak innen lehet. Igen, csak innen lehet. Jó, hát akkor... Tehát... Hát igen. Hú, ez nagyon fura. És eljutottam oda, hogy teljesen vissza is jöttem az elejére. Na, várjátok. Kipróbálok valamit. Még lehet, hogy semmi értelme. Igen, és majd így kell kimennünk. Ja, tehát szerintem ez lesz a vége, hogy így kell tehát úgy kéne kiadja, hogy így kerüljük meg ezt a szigetet, vagy mi is lehet ez. Jó, hát csak addig el kéne jutni. Ér hozzá. Hát így meg keresztbe megyek nagyon. Bár mondjuk. Nem, ez így nem adja ki sehogy. Erről biztos nem jó. Hát, talán így. Na, talán. Nem tudom, hogy Juniper, by the way. Csalásnak számít-e? I get the feeling you aren't gonna tell me yours, so I may just have to give you one. Filament Corp protocol is to allocate every loyal operative a color-based code name. Unfortunately, no one told you that you should just pick one color and stick with it. Honestly, what I'm seeing is a little bit of a mess, so I might need to take a different approach to naming you. Red and blue are heroic, and you are my hero. But those are taken, and with all due respect, you've got nothing on Vermilion and yours truly. When I was a kid, I used to love this book. I would read it over and over again. The main character was Pluto, a socially inept bear with a can-do attitude. He tried his best. So, that's what I'm gonna call you. Pluto. Plutónak fognak hívni. Yeah, I like it. Nincs a teázás, de ma Miller-tel van, NS. Mert hogy... Ma a szombatonként általában a Miller-teát iszok. Na. Menjünk tovább. Oké, hát ugyanaz a felállás. Mármint, hogy ugyanazok a... oszlopok vannak, vagy típusok. Hát ez most ilyen szlalomozós, úgy látom.
De, Bopi az egy sör, igen. Csak mi itt így hívjuk, ha... Miller ezek, hogy Millerte van. Pedig tökéletesnek tűnt az ötlet. Hát igen, Bupi, mert mindig teázok valamit. Valamilyen teát iszok mindig. És szombatonként ez a Miller tea. Oké. Majdnem beugrottam a csőbe, hogy ez milyen egyszerű. Hát nem. Csak az a baj, hogy itt hozzá fog érni, ugye? Ja, hozzáér a feketéhez. Lehet, hogy pont a másik irányból kéne jönni. Nem tudom, hogy ennek van-e bármi értelme, amit most csinálok. Hát nem, mert ugyanott vagyok. Oké. Bobit, egy-kettő, hello amúgy, szia-szia, köszi a segítséget. Igen, az elsőt nem tudom, hogy miért nem arról kerültem, amerről lehet. 1-2-4-3 QZ elején. Nem tudom, hogy milyen rejtjelezve mondod, de ja. Valóban, hogy erre biztos nem jó. Aha. Oké. Mesélek-e a következő munkámról? Sherit Adri, okvetlenül fogok mesélni a következő munkámról. Majd, hogyha... már úgy benne is leszek. Akkor egy kicsit többet. Nyugodtan lehet segíteni, tehát NS nyugodtan mehet a backseat. Itt ez nem probléma. Én nem fogok emiatt senkit megszólni, úgymond. Látjátok, hogy milyen jól megy, szóval én minden segítséget mindig nagyon szívesen fogadok. Végül is végigjátszottuk úgy az Elden Ringet itt a csatornán, hogy... hogy tulajdonképpen ti mondtátok, hogy mit csináljak. Jó, az a baj, hogyha erre jövök, akkor... elzárom magam kvázi a külvilágtól. Tehát az biztos nem jó. Az a baj, hogy hát igen, így nem. Igen, amúgy a probléma az, hogy mondjátok, hogy itt lefele, meg itt felfele, hogy ugye van jelentős delay, ugye. Mármint olyan értelemben jelentős, hogy lehet én már teljesen máshol vagyok, mire látom az üzeneteteket.
Most megint ugyanott vagyok. Ugye ez az, ami nem működött az imént. Még kinyílik, csak be is csukódik. Kéne. Én onnan biztos nem jó, mert nem ér hozzá. Tehát erre fölfele nem lesz jó. Ugye így, így nem érünk hozzá, az a baj. Tehát ez így tuti nem jó. Úgyhogy valószínű, akkor másik irányba kéne húzni. Itt hozzáér a feketéhez. Én mindent keresztezünk, szóval ez tuti nem jó. Lefele nem tudunk menni. Hát esetleg erre. Szerintem már ezt is csináltuk. Ja. És erre, hát... Erre se jó. Nem, csak így gondolnám jónak. Csak itt hogyan tovább? Ja, ez biztos nem. Itt ugye beleakadunk a feketébe. Erre se jó. Mondja, hogy bal alsó. Nem jó, ah, igen, itt, ott az úgy, igen, ott jön a fekete. Hát... És kitalálok valami hülyeséget. Hát igen, ez megint akkor jön a fekete. És ebben most no rasszizmus, csak mondom, hogy bele fogunk érni a feketébe. Tök se. Van egy ötletem. Lehet, hogy hülyeség. Szoktunk mondani, hogy... igen, hülyeség. Jó, az úgy nem ér hozzá. Hát... De csak megint ugyanoda adok ki. Hát, ja. Ezt már próbáltuk megint. Ó, a fene egye meg. Mert hogy kéne úgy, hogy... Ez így nagyon rossz lesz. Igen, ez így nem.
Az a baj, hogyha a másik irányba indulok el, az tuti nem. Itt erre biztos nem jó. Ugye, ha ezt, akkor ahhoz nem ér hozzá. És akkor az úgy már... Hát, az úgy már biztos nem lesz jó. Szerintem amúgy az eleje az jó. Én azt gyanítom. Ja, ez így nem jó. Én az elejét így csinálnám, azt tuti. Tehát szerintem az eleje az rendben van. Itt ilyen nagy áthúzást nem akarok csinálni. Így akkor megint csak nem tudunk keresztbe menni. Kösz is, Edith Adri, köszönöm. Így beleírunk majd a feketébe. Hát... Hát igen, itt megint nem jó. Jobb felső oszlop lesz az utolsó. Hát igen, mert ahhoz tudok úgy hozzáérni, hogy jó legyen. Még amúgy itt a középső is jó lehet, hogyha itt alatta megyek el. Tehát... Az biztos, hogy nem a jobb alsó. Tehát... Még erre is el tudnék menni itt. Hát így én Zsák utcába kerülök. Oké. Nem, így se jó. Mert így akkor a feketébe akadok be. Vagy lehet, hogy itt most úgy kéne... De ha kihagyom a hát... Hagyjuk ki a felsőt ebből? De akkor keresztbe nem tudok menni. Tehát ha mondjuk úgy csináljuk, hogy... Nem, ez így biztos nem jó. Ez így sehogy se. Semmi értelme. Nem, ott a feketébe bele fog érni, és... Ja, nem jó. Én nekem
tényleg ez, hogy ez a kettőt, ez szerintem muszáj így az elején így. Az az érzésem. De így, hogy eljövök keresztbe, ez így nem lesz jó. Ez tuti. Hát... Nem így se. Így beleír a feketébe. Egy próbát megért. Pénzt belerajzoltad magadnak. Ez jó. Hát igen, ez megint nem olyan rossz, csak hogy jutok ki? Tehát ez... Ez itt belóg a feketébe, és... És az úgy már nem jó. Az eleje jó. Hát az szerintem is NS, mert amúgy tehát jobb ötletem nincsen. Tehát az a baj, hogyha nagyon elkezdek keringőzni, akkor az a baj, hogy beleakadok. Bal oldalán. Alsó jobb oszlophoz kell menni. Az a baj, hogy ez nem tudok hozzáérni. Igen, itt az a baj, hogy itt nem férek át. Mert amúgy jó ötlet, mert innen, ha itt átférnék, akkor sima ügy. Csak itt nem férek át. Nem tudok átmenni.
Na, lehet, hogy nem is ezzel a két oszloppal kéne kezdeni. Akkor végén csak kiderül. Jó. Akkor találjunk ki valami mást. Az úgy nem ér hozzá. Kés. Ha itt elmegyek keresztbe. De ez az, hogy itt most ugyanott vagyunk, mint eddig. Ja, meg ahhoz nem is érek hozzá. Hát úgy meg akkor főleg nem jó. Nem, így ezt tuti nem. Hát igen, ezt máshogy nem tudom, csak így. Tehát tényleg jobb ötletem nincs. Most hirtelen. Erre tuti nem jó. Hát itt erre mondjuk el tudok menni. Csak itt akkor megint... Hogyan tovább? Mondjuk itt. És akkor ez itt megint nem jó. Hogy számoznám az oszlopokat? Hát így... soronként. Tehát fölülről indulnék és balról jobbra. És itt ugye most három sorban vannak a fehér oszlopok. Ugye, hogy van itt egy középen is. Ugye ezt is próbáltuk már. Hát... Igen. És akkor itt is itt akad meg a dolog, hogy innen hogy a... Öt, négy, egy. Az vagány. Nézzük. Ugye az ötös a bal alsó. Az a baj, hogy sokat megyek keresztbe, akkor elállom a saját utam. 5, 4. De ez a 4-es. Vagy hogy? Az egyeshez így tudok menni, csak így az a baj, hogy... Hát igen, ez így. Nagyon keresztbe megyek, az a baj.
Innen nem tudok sehova sem menni. Szerintem az eleje az... az így néz ki, mert amúgy szerintem az eleje mindegy, most arra visszafel úgysem megyek. Tehát hat oszlop körbe. Hát igen, mondjuk... Csak az a baj, hogyha itt körbe megyek a hatoson, akkor már nem érem el a másikat, tehát ezt. Na, én azért gondolnám, hogy ez itt mindegy, mert itt visszafele úgyse fogok már menni. Tehát kvázi ez itt le van tudva. Csak tényleg az a kérdés, hogy innen hova. Mert így is lehet. Az a, azért, hogy honnan húzom ugye a fehéret. Ez itt tuti nem jó. Ez itt zsákutca lesz. Most már lassan ugyanazokat csinálom újra és újra. Hát igen, itt tényleg más. Mondom, itt az elején jobb, tényleg jobb ötletem nincs. Szerintem így kell kezdeni. Csak hogy innen hova tovább. Ugye jött, volt olyan, hogy erre jöttünk. Hát az, hogy ezt emelről kerülöm, annak semmi értelme. Ja, zsákutcába kerülök. Szóval erről kellene. És ugye megint ide jutodunk ki, hogy itt biztos nem jó. Belóg a feketébe. Hát simán úgymond sorba számozom, tehát fölülről lefele és balról jobbra. És itt ugye három sorba van. És így szépen sorba. Tehát ez itt a négyes, ahol állok.
Mondjuk a legfeljebb azért lehet rossz itt a végén. Mert lehet, hogy azért nem így kell itt az első kettőt, hogy át tudjak menni keresztbe. Ez továbbra se lesz jó. Igen, gondoltam, hogy a számozást írod. NS, szóval... Gyorsan elfutni? Sajnos nem lehet. De jó tipp. Szégyen a futás, de hasznos. Vagy erről nem fog beakadni. Ja. Hát, vagy később vissza kell erre jönni? Kizártnak tartom. És ezt is csináltuk már. Ajaj. Mert... Hát, hogyha azt kihagyom... De ez se lesz jó. Mert itt akkor meg kereszt... nem, feketébe is belóg, meg keresztbe is kéne menni. Itt megint belóg a feketébe. Ja.
Nem, ez... Én tényleg meg vagyok győződve arról, hogy ez a kettő így kell, hogy az elején legyen, mert... Tehát egyszerűen nem látom, hogy más, hogy lehetne. Hát, de lehet, hogy nem. Amúgy, az se kizárt. Erre biztos nem. Ja, erre se. Ja, az a baj, hogyha itt keresztbe elhúzom, akkor már nem tudok elmenni majd. Na, hozok egy sört. Egy perc és jövök. Hát jól feladja a leckét, azért ezt meg kell hagyni. Oké. Nem, az nem számít. Se ahhoz, se hogy mennyire szoros. Annyi a lényeg, hogy hozzáérjen. És bármilyen hosszú kört lehet menni. Legalábbis eddig nem volt ilyen korlátozás, hogy mennyit lehet menni. Lehet, hogy később a játékban lesz, de most eddig még nem volt. Ez is megint, hogy ezt is próbáltuk. Még belelóg a feketébe. Ugye, ha erre jövök, akkor keresztbe nem tudok elmenni. Itt is belelóg a feketébe.
És itt is belelóg. Nem, így biztos, hogy nem jó. Most én másik én kezdéseken gondolkodok, de mondom, csak ez tűnik jónak. És itt is már elég sok mindent kipróbáltunk. Így, ha elmegyünk keresztbe, az nem jó. Hát igen, hátulról, tehát úgy is jó, hogyha a végéről kezdesz el gondolkodni, hogy hol kéne lennünk ahhoz, hogy kijussunk. Hát ugye, vagy fönt, a hármasnál, tehát bal, jobb felül, vagy itt, ahol most állok. És akkor erről húzzuk el a kábelt. Mert itt akkor ki tudunk menni fixen, anélkül, hogy beleérjünk a feketébe. Csak ahhoz, hogy ehhez hozzáérjünk... Hát... Hogy kéne jönnünk? Nem, tehát nem látok alternatívát arra, hogy ezt hogyan tudnánk felkapcsolni, ezt az oszlopot. Mert... Tehát mondom, csak így. És akkor át ide. Így már nem jó. Próbáltuk ezt már többször. Így se jó. Ugye nem férünk el, most ugye az a baj. Belelóg a feketébe. És itt megint nem jutunk ki sehol, mert... Hát ja. Nyomjunk egy H betűt. H, mint haladjunk. Vagy szenvedjek még.
Ez semmiképp se, hogy én sokat megyek keresztbe. Így van, Enes. Ez olyan, mint a tehén. Csak idő kérdése. És megfejtem. Igen, és most jön a vágás, hogy 2 hours later. És még mindig itt vagyunk. Na jó. Akkor próbálkozzunk máshogy. Nem. Hát Cambly úgy legyen. Itt a jó HLS kódot. Hát nyomtam egy H betűt, mondjuk ez nem tudom, hogy... Hogy ez most mit jelent? És nem is ad több tippet. Csak nem tudom, hogy ez mit jelentett. A zöld a jó, oké, de... Tehát... Ja, hogy így... Hát igen, mondjuk így lehet, az kétségtelen. Na és akkor most... kéne... Mondjuk így szerintem ugyanott vagyok, mint az előbb. Igen, így biztos, hogy nem erre. Szerintem innen. Egyesről az utolsóra?
Hát... nem. Így zsákutcába kerülünk. Mert most megint ugyanott vagyok, az a baj. Utolsót a másik oldalról. Tehát így. Jó, és akkor ezekkel mi lesz? Splash, hello, köszi a followot. Minden lehetséges opciót kipróbáltál. Lassan én is így érzem egyébként. Eléggé szivatós rész ez. Mert megint itt eddig jó, csak... hát szerintem nem ez kell, hogy jöjjön. Igen, Splash, mert én bekapcsoltam a hintet, de csak kettőt ad, tehát többet nem is ad, úgyhogy messzire nem mentem vele. Csak itt megint az a baj, hogy belelógunk a feketébe. Úgy is jó lenne, hogyha az elsőről jönnénk majd ide vissza. Tehát, hogy az első oszlopot bal felül lenne az utolsó. Csak oda, hogy jutok el. Biztos nem. Jó. Oh, shit. Na, Enes, nézzük. Így számozzuk az oszlopokat, Splash, hogy itt most látod, hogy mint a három sor lenne. Fölül, középen, meg alul, és akkor így szépen fölülről lefele, balról jobbra.
Tehát simán, mintha olvasnál, úgy beszámozzuk a fehér oszlopokat. Na nézzük, 1, 3, 4. Hét, kettő. Hát, na jó, csak... Igen, ez a baj, hogy az egyes nem aktiválódik. Így. A izéhez kéne akkor lemenni először, nem? Ide. Csak egy. Három. Négy. Oké. Csak itt megint vannak gondok. Ja, várjál, akkor nem jól csinálom. Kezdés, ami 6, 5. Várjál, de a 6-5 hogy volt? Na, most már én is összekeveredtem. Kés, 6-5. Egy, három, négy, hét, kettő, ezt a másik irányból. Ó, baszki, tényleg. Szuper, szuper. Köszi, Enes. Köszi. Oké. Na, menjünk tovább. Gondolom ez most könnyebb lesz. Oké. Na, nézzük. Okay.
Elsőre fellelkesültem, hogy ó, hát nem olyan nehéz ez. Aha. Na igen, itt mondjuk a számozás már nem lesz olyan egyértelmű, az kétségtelen. Hogy is van, aha. Visszamegyek. Mert még az ideirány se egyértelmű. Hogy így jó. Tuti nem jó. Ugye? Ez tényleg már kinézetre is félelmetes. Szerintem azt az alsót ott kihagyom. Szerintem ezt itt megkerüljük alulról. Eljövünk erre. Oké. Okay. Csak hogy megyünk majd vissza? Itt vissza tudunk menni? Nem tudunk visszamenni. Na, szuper splash. Szuper, szuper. Vissza. Jó, ez így biztos, hogy nem jó. Hogy fogunk visszajönni? Ugye ez a kérdés. Tehát onnan valahogy vissza kéne jönnünk ide. Megvársz a kijáratba, köszi. Mert... Nem, ez így szerintem nem lesz jó. Várjatok már egy pillanatra, bocsi.
Csak itt egy igen nagy vihar támadt. Aztán nem akarom, hogy gépestől kivigyen. Oké, itt vagyok. Oké. Itt elférünk. Elférünk. És akkor szerintem itt fogunk majd kijönni. Ha minden jól megy. Igen. És akkor eljünk erre lefele. Hát... lehet, hogy ezt csak be kéne venni, azt a középsőt. Egy pohár vízzel bevesszük. Igen. Itt szlalomozunk egy kicsit. Basszus, az nem ér hozzá. Mondjuk tudunk így jönni. Így. Csak ahhoz nem ér hozzá. Feneje meg. És ebbe a szögbe még hozzáér a feketéhez is. Oké. Akkor nem erre jövünk. Hogy kéne? Próbálom nézni a szöget, hogy lenne jó. Itt nem férünk el. Mert valahogy így kéne jönni, és akkor itt már ki tudunk menni. Hát akkor még nem simán be tudom venni azt a felső hármat, nem? Most ezen gondolkodok. Nézzük meg. Nem jön, akkor meg nem tudom, mert akkor meg keresztezni kéne. Akkor lehet, hogy simán csak más sorrendbe kéne a felső hármat. Igen, Enes, lehet, csak az a baj, hogy akkor elvesztem a fonalat. Aztán... Hát na. Mindenkinek megvannak a korlátai. Jó, oké, és erről kéne visszajönni, az fix. Csak hogy kéne azt a felső hármat bevenni? Hogy jó legyen. Mert így keresztbe megyek. És akkor így nem lesz jó. Így se lesz jó. Nem, így se jó a szög. Tudja, hogy innen kéne jönni. Nem jó.
keresztbe kell majd mennem. Ezt a felső hármat kéne más sorrendbe, szerintem. Igen, itt kéne ezt a felső hármat jó sorrendbe. Még biztos nem lesz jó. Meg hogyha tehát ide elhúzok egyet, akkor az már a szög nem jó. Mert akkor itt kéne jönnöm. És így kéne jönni. Hogy veszem be azt az egyet, hogy jó legyen. Hát vagy jöjjünk az aljához. De tudunk menni. Nem, mert az ott megint keresztbe húzza. Most azon gondolkodtam, hogy... De szerintem ez így eddig jó. Hogy itt jönnénk föl. Csak akkor... Nem, szerintem ez így... Nem, ez így tuti nem jó, mert hogy jutok le az alsóhoz? Ja, az teljesen keresztbe kéne menni, akkor az alsón kell itt átjönni. Így. És akkor végigmegyünk itt az alsókon. És akkor ez hogy kéne? Itt nem tudok átjönni. Majdnem jó. Mert innentől már jó lenne. Csak hát egy hiányzik. Úgyhogy akkor azt csináljuk, hogy... hogy is? Hogy is kéne?
Előbb már sinem voltunk pedig. Így. Na. Hát Splash szerintem mindkettő. Meleg is van, meg azért nem könnyű, na. Tehát... Egyelőre csak próbálgatom, hogy mi van itt a térképen. Olyan nehéz, mint a logika vizsga. Hát főleg ami ott van nálunk. Mondjuk azt szerintem senki nem érti, de... Na mindegy, ebbe most nem menjünk bele. Még egyelőre nem menjünk bele. Majd egyszer belemehetünk. Mikor már nem dolgozok itt. Nincs felmondási időm, mert közös megegyezéssel úgy az egyszerűbb. Augusztus 31-ig vagyok amúgy hivatalosan állományban. Próbálgatom itt a szögeket. Oké. Ez így nem jó.
Kicsit úgy érzem, hogy össze-vissza megyek. Hát szerintem itt kéne kijönni. Hát vagy itt. Vagy a felsőnél. Tehát akár így. De akár így is lehet. És akkor oda kéne valahogy eljutni. Hát ezt... hogy kéne megkerülni. Keresztbe. Oké, Enes, köszi szépen. És kösz a segítséget. Ennek így semmi értelme. Vagy igen? Na hát, szerintem ezt be kéne itt elsőnek venni. Oké. Francba. Pedig ez lett volna jó, hogyha itt valahogy be tudok jönni. Jó, alapvetően nem rossz. Ezzel vannak gondjaim, hogy ezt hogy kellene. Mert ez szerintem... csak a másik irányból lehet. Vagy esetleg...
nem, az úgy biztos nem jó. Tehát, hogy így visszafele jövök innen. Csak itt akkor így nem férek el. Nem. Jó, ide nem erről kell jönni. Ez akkor már eldőlt. Akkor nézzük meg innen. Hát nem is erről. Mert... mert az úgy nem adja ki. Belelógunk a feketébe. Hogy tudok ott eljönni úgy, hogy... tehát csak egyféleképpen tudok eljönni, nem? Igen, csak visszafele. Mármint, hogy... Kipróbálom, van egy ötletem. Nem. Nem jó. Az az utolsóval van itt a gond. Alapvetően.
itt nem férek el. Okay. Jó, szerintem így jó lesz. Mindjárt kipróbálok valamit. Megpróbáljuk bevenni azt az elsőt. Tehát, hogy így jövünk. Várjál, hogy? Most elfelejtettem, hogy hogy volt. Így. Nem, így biztos, hogy nem lesz jó. Ó, fenegye meg, elfelejtettem, hogy volt. Basszus, hogy volt az előbb? Hát nem így, ez biztos. Nézd meg. Úgyhogy nem volt benne. Hogy kerültem én ezt meg itt? Ja, vagy az úgy az úgy show. Nem, az biztos, hogy másik irányból kellene kerülni. Jó, így nem oké. Cseh. Nem, így nem lesz jó. Itt meg nem férek el. De az előbb, hogy... Hogy tudtam áthúzni? Miért tudtam az előbb áthúzni? Tehát így visszafele. Mert erről jöttem, mi?
Na jó, nem. Arra biztos nem. Hát... Jöjjünk erre. Csak az a baj... Nem, az az utolsó továbbra is gondokat fog okozni nekünk. Tehát... Igen, az ott továbbra se jó. Hát igen, azt tudja, hogy így teljesen körbe kell kerülni. Tehát, hogy valahogy így. Csak nem tudom, hogy tudok itt elmenni mellette. Vagy mondjuk a másik irányból le kell kerülni, az se hülyeség. Tehát így. Csak ugye... Ugye akkor más problémáink adódnak. Nem, ez így... továbbra se jó. Nem. Próbálom kiagyalni, hogy merről kéne menni. Megint az a probléma, mint az előbb. És itt meg hozzá se ér.
azt tudja, hogy ezzel kell kezdeni. Tehát ebbe szinte biztos vagyok, mert ezt valamerről át kell húzni. Az a kérdés, hogy merről. Hát erre már jöttünk, és ez elég ilyen zsákutca volt. Hát... most az, hogy így kanyargok össze-vissza, az nem biztos, hogy jó ötlet. És erre se fogunk tudni eljönni, igen. Nem jó. Így bele is lóg ráadásul. És ez a baj, hogy itt meg nem ér hozzá. Ezt a jobb alsót, akarom mondani bal alsót, valahogy úgy kell megkerülni. Szerintem az a kulcs, hogy azt hogy kerüljük meg. És így biztos nem jó. Hát aggódom. Erre nem tudok jönni. Akkor a másik irányból kéne valószínű kerülni. De akkor meg nem erre kéne húzni a kábelt.
Ez az egy hely, ez az egy oszlop, ami nagyon szivatós. Erre nem tudok rájönni most, hogy ezt hogy kéne. Mert vagy húrkot kötök én most, vagy egyszerűen nem tudok úgy menni, hogy így körbe tudjam kerülni. Esetleg így, de így akkor megint úgy vagyok, hogy tehát zsákutcába kerülök. Hát, ha csak. Próbálok itt valami utat hagyni. Csak azt, hogy... Nem, és erre is próbáltam már jönni, és erre se sikerült. Itt ugye megint zsákutca van. Hú, Sedit Adri, kösz a tippet, de a felénél elvesztem a fonalat. Középen megkerüljük, oké. Okay. Kiadjuk a jobb alsót. Lent. Aztán fent. Nem tudok átmenni, az a baj. Meg egyből erre jövök. Hát akkor meg hogy jövök vissza majd ehhez? Megint nem az igazi. Hogy tudom megkerülni ezt a bal alsót, hogy jó legyen? Bal alsót felülről. Na megnézem, azt mondja, hogy középen lévőt megkerül, jobb alsót kihagy. Lent, fent, fent. Igen, az a baj, hogy... Hát igen, mondjuk ez így nem tűnik olyan rossznak. Eljövök erre. Jó. Ez így jónak tűnik. Köszönöm, Sherit Adri. Igen. Jó, na. Még van két pálya. Hát. Szóval megpróbálom így agyban feldolgozni. Oké.
Oké. Oké, akkor lehet, hogy nem erre kell jönni. Hát, az biztos, hogy nem erre. Oké. Pedig jónak tűnt. Oké, akkor próbálunk. Hát... Nem, ez így nem lesz jó. Ez az, hogy úgy elsőre olyan egyszerűnek tűnik. Csak aztán... Oké. Nem tudom, miért volt jó. Mármint, hogy nyilvánvalóan nem volt jó. De ez is trükkös itt a végén, egyébként. Mert itt sem mindegy, hogy merről közelít ez. Oké, azt hiszem látok valamit. Talán. Hát, vagy nem. jó. Az biztos, hogy ezt itt kivesszük a sorból. Ah, igen, csak akkor az egész nem jó. Nagyon, nagyon nem jó. Oké. Jó. Akkor máshogy közelítjük meg. Nem, ez majd később jön. Nem, ezt nem húzhatjuk át itt keresztbe. Á, ott belóg a fekete. Mert innen kell majd mennünk kifele. És akkor úgy kéne, hogy innen fölülről át kéne jönni ide le. Ezen áthúzni,
itt, ahol most állok, alulról, és itt kéne át jönnünk. Hát, vagy legalábbis ez a terv, aztán lehet, hogy nem lesz jó. Hát ez csak egyfelől lehet. Mert ugye alulról kell mindenképp. Nem, innen nem lehet kezdeni. Erre nem lehet jönni. Na, az előbb hogy csináltuk? Így, ugye? De így nem jó. Tehát, hogy csináltuk az előbb? Nem, mint ahogy jó lett volna, csak... Mert ezen... nem húzhatom át. Vagy hát... szerintem nem. Mert szerintem így nem lesz jó. Mert... ó, ráadásul ott se jó a szög. Akkor viszont... nagyon nem jó. Ha... tehát akkor erről tuti nem jó. Shit. Álljak meg. Végül is amarra is ki tudunk menni. Ha most belegondolok. Tehát miért ne? Hello Vincék, szia-szia! Szép estét neked is. Gondoltam, emerre is ki lehet menni, akkor miért ne? Jó. Oké. Mindjárt megnézzük, hogy mi a vége. Jaj.
Na már jó kezdődik. Már ezen a részen el fogok vérezni, figyeljétek meg. Sehol nem jó. Na várjatok. Hát valahol azért csak el kéne kezdeni, nem? Oké. Itt nem férünk el. Ott akkor az nem világít. Oh, shit. Egy merészet, melyik egy nagy kört. Annyira nem... Hát... Nem jó. Az előbb. Hát igen, mondjuk arra van, hogy nem tudunk menni. Vagy igen. Na jó, de azt hogy fogom ott hozzávenni? Na jó. Oké is. Akkor nézzük meg, hogy kéne kijutnunk. Szerintem amúgy valahonnan innen a két oldalsóról lehetne. Nem, Vincék, nem tudom keresztezni a zsinórt. Tehát nem tudok átmenni rajta. Tehát valószínű nem innen kell majd mennünk, bár... Hát még akár. Miért is ne? Thank you.
Hát erre nem tudunk jönni. Na, még az első lépés sincs meg egyébként. Az a durva, hogy... Még az első lépés nem tudom, hogy merre kéne menni. Hát még a hinttel várjunk egy kicsit azért. Erre biztos nem, mert a fekete mindenképp belóg. Így tutira. Meg erre is egyébként. Hát legfeljebb, ha itt átmegyek. Hát... Nem férek át. Középsővel kezdenél? Hát... Az baj, hogy innen sehova se jó. Tehát sehogy se adja ki. Ez meg... Abszolút nem jó. Hát esetleg így. Csak ez így megint zsákutcának tűnik, hogy... Innen biztos, hogy nem tudunk eljutni ide a két oldalsóhoz. Oké, nézzük meg erről. Hát erről sem. Hát esetleg ezt megkerüljük, de akkor meg ez a lentivel mi lesz? Hát esetleg nézzük meg így. Nem. Ez csak innen lehet. Hát de... És azt hogyan? Ah, így. De ehhez hogy érek? Oké.
És ezekkel mit csináljak? Hát te remek. Csak hát... TP ajtóhoz? Hát, amúgy az kéne. Na várjatok. Itt kellene egy út az ajtóhoz. Tehát lehet, hogy akkor az kéne... Itt eljövünk egyenesen. Nem. Nem jövünk el egyenesen. Oh, pedig nagyon jó ötletnek tűnt. Jobbra. Hát igen, vincék, az egy jó gondolat. Egy jobb oldaliról megyünk az ajtóhoz. Hogy is volt ez? Hanem... Na, megint elfelejtettem, hogy volt. Hát igen, a bal szélsőt körbejártuk. De hogy is? Arra nem emlékszem, hogy ezt hogy vettük be a játékba.
Hát, tényleg nem emlékszem. Itt jöttünk volna, hát. Hello, TikTok lawyer, szia, szia. Tíz percre nézed, de nem érted, mit kell csinálni. Hát az a lényeg, hogy minden ilyen fehér oszlophoz hozzáérjek a vezetékkel, és a vezetéket nem tudom keresztezni. És ha minden vezetékhez hozzáérek, kinyílik az az ajtó, amin ki tudok menni, de ilyen fekete oszlophoz nem érhetek hozzá, mert az nem jó. Úgy tömören ennyi a játék. Meg kell találni a megfelelő irányt és sorrendet. Csak már kezd nagyon este lenni. És már kezdem elveszteni a koncentrációt. Én szerintem jövök erre. Itt kellene kitalálni, hogy merre mentünk. Remek. És akkor itt van a gigszer. Tehát itt van a probléma. Hogy itt hogy jövünk át. Mármint... És próbálom megjegyezni. Ne adjam fel. Sose adom fel. Legfeljebb abba hagyom. Csak nem megint elfelejtettem, hogy merre jöttünk. Ez hihetetlen. Igen, most az a baj, hogy kezdek elfáradni. Erre, de most az miért nem ér hozzá? Shit, nem erre jöttünk. Hanem itt lefele. Nem erre. Oké, ez így eddig jó, csak a középső hogy ment bele? Tehát ez. Hát igen, mert tényleg az a baj, hogy fáradt vagyok. Biztos, hogy nem.
Ó, jó, oké, meg. Mondom, igen, ez már tényleg az, hogy koncentráció kihagy. Na, és akkor ezt kéne valahogy megoldani. Csak így akkor meg az a baj, hogy a... Hogy ilyenkor... Mi a tök van? Ez így nem jó. Már majdnem tökéletes. Hát... Igen. Mert ez a gond, hogy itt egyszerűen nem tudok sehova úgy menni, hogy ne lógjak bele a feketébe. Vagy ne legyen kör. De mindegy, mert így is belelógok a feketébe. Tehát bárhogy... Tehát ezeket nem tudom egymás után fűzni. Körbe megyek. Így belóg a feketébe, ugye? Valahogy vegyem be őket ott. És aztán innen menjek ki. Innen ki tudok menni egyáltalán? Nem, innen nem tudok kimenni. Akkor mindenképp a jobb oldalról kéne. Az a baj, hogyha innen kezdek, akkor meg megint... Igen, ez hát lehet, mert van az a szög, csak az a baj, hogy... hát innen nem. De innen biztos, hogy nem fog tudni menni, mert itt keresztbe lesznek kábelek mindenhol. Vagy hát erről a kettőről. Hát mondom, innen lehetne még esetleg menni. Meg innen erről. Tehát innen is. Csak ott is keresztbe lesznek kábelek, nagyon... Na jó, hát kezdjük itt.
áthozzuk itt, és akkor itt, itt van a gond, hogy most itt van keresztbe. Hinteljek egyet? Hát, mint ezt tudnám, hogy mit jelent. Mármint, hogy... A zöld az első, oké. Jó, hát akkor az az első. Akkor megpróbálok úgy jönni, ahogy jöttünk eddig. Jó. És akkor nyomok még egy hintet. Ebben is van valami. Tehát a zöld a, hát úgy, a, akkor a zöld a következő, inkább. Na várjám. Mert hogy? Ez így biztos, hogy nem lesz jó, mert ez az egy kimaradt. Tehát én azt nem értem, hogy ott a középső után, ezután hogy következhet a lenti? És ha az következik onnan, hova megyek át? Ide balra? Lehet. De nem, akkor meg keresztbe kéne menni. Tehát én nekem az a, azért, hogy innen hova megyek. Csak ide tudok jönni. Innen meg belóg a fekete. Mert ide nem tudok jönni. De ide nem... Tehát fal, vagy fel. Aztán legfelső. De... Tehát ez a baj, hogy erre nem tudok jönni, mert a feketébe belelóg. Tehát innen csak is kizárólag ide tudok jönni, innen meg ide. És aztán meg jövök erre le, de azzal meg az a baj jött, akkor a középső kimarad. Na, hogy jobb. Aztán legfelső. Bal. Vissza jobb. Hát, mondjuk igen. Ez még akár jó is lehet. Ah, Istenem. It's so nice to have someone listening again after talking to myself. It feels so validating, you know? Like all I needed was an audience to feel a little more grounded. Having the others around. We felt like a family. It's been so long since I had something like that. And
now they're gone. Kind of feels like a dream now, or a blur. Maybe none of it was real. You're real though, right? It's fine if you're not. I just think we should be honest with each other. Okay. Na. Hát, az a helyzet, hogy megállunk ma, mert ahogy látjátok, most már azért hát elfáradtam egy kicsit. Meg hát este van már, ilyenkor nehéz azért úgy gondolkodni. Úgyhogy tényleg megállunk. Hát minden esetre ez azért egy jó játék, ezt meg kell hagyni. Az, ami ugye ilyen puzzle és gondolkodtat, az mindenképp jó. Tehát ez a filament, ez tényleg remekül néz ki, meg tényleg jónak néz ki. Fogunk még majd vele játszani. Hát nem mostanában. Úgyhogy minden esetre köszönöm, hogy kértétek. Bár sajnos, aki kérte, pont nincs itt, mert stopsoros kérte, de nem tud itt lenni. Na mindegy, fogunk még vele játszani, az biztos, majd valamikor ősszel. Azért azt mindenképpen köszönöm, hogy kértétek, és azt is, hogy itt voltatok, és néztétek. Most jön egy nagyobb szünet, ugye én elmegyek egyrészt nyári szünetre, nyaralni, meg ilyesmi. Meg hát én ugye költözök is, majd augusztusban. Úgyhogy most ez egy kicsit nagyobb lélegzetvételű szünet lesz. Alapvetően úgy tervezem, hogy ha minden jól megy, akkor szeptemberben már megint lesznek streamek. Hát pici átalakulással, mert azért az, ami most éppen a nyári időszakban volt, hogy heti 4-5-6 stream, annyi biztosan nem lesz. Valamennyi lesz, meg rendszeres lesz, de picit azért fognak változni a dolgok. Meglátjuk, hogy hogyan, meg meglátjuk, hogy mikor, de az tuti, hogy ősszel jövök vissza, ez biztos. Hát addig meg így van, meg lesz egy óra eltolódás, úgyhogy itt egy picit később fogok kezdeni, mint az itteni idő szerint, mint ahogy eddig, de csak egy órával. De majd még mondom, sok mindenen agyalok, hogy mit kellene, meg mit lehetne változtatni. Lesznek változások, az biztos. Nem olyan nagyok, tehát nem olyan őrült nagyok, mint tudom én. Jó lenne egy intro, meg ilyesmi. Ha lesz időm, csinálok. Csak így a saját kettelésből, időtöltésből, meg na mindegy, lesznek, megszűnik az ilyen YouTube archívum, meg ilyesmi, de ezt majd, hogyha odaír az idő, majd megbeszéljük, majd meglátjuk, hogy mi is lesz a változás pontosan. Na hát, úgyhogy én most tényleg elköszönök. Ha minden jól megy, szeptemberben valamikor jelentkezem újra. Ha esetleg nem, akkor októberben biztos. Tényleg ott is nekem is azért ki kell tapasztalnom, hogy ott hogy van az ütemezés, hogy van a hogy marad energiám, mert azért az egy picit más jellegű terhelés lesz, de mindenképp jövök, mindenképpen. Én kívánok mindenkinek jó nyarat, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt ebben az időszakban ilyen rendszeresen itt voltatok, és viszonylag szép számban, tehát itt folyamatosan a nézettség ilyen 10 és 15 ezer között volt. Nem viccelek. Na mindegy, én tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ősszel találkozunk. Én kívánok mindenkinek jó nyarat. Hát picit talán hűvösebbet, mint ami ma volt, de hát azért nyáron legyen meleg, nem? Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Egész nyáron, meg hát ebben a szezonban, ebben az évben. Találkozzunk szeptemberben. Sziasztok!